A traktor találkozó 10 éve még a motoros találkozó kísérő rendezvénye volt, azóta önálló eseményé nőtte ki magát. A traktorok a regisztrációt követően felvonultak a településen, több mint 70 traktor járt a Szent Tamás utcáit. A találkozóra újabb, modernebb traktorokat is hoztak, de a régi gépeket is kiállították szépen kicsinosítva. A legidősebb traktort a temerini Húgyik József hozta el. A gyönyörűen renovált és karbantartott járműről senki nem mondta volna meg, hogy már 67 éves. Én ezt így beszereztem egy ilyen roncsa állapotba, felújítottuk hobbi szinten, és nem használjuk semmire. Csak ilyen kirándulásokra vagy megjelenésekre jövünk el. Milyen traktorról van szó, ez hogy működik, miben más, mint a többi? A más az, hogy a legöregebb lesz, én gondolom ezen a fesztiválon, 55-ös kiadás, dízel. Ezt mi újítottuk fő, hogy 5-6 évvel ezelőtt akartuk, hogy legyen egy ilyen öreg kis traktorunk. Ritkaság ebből a típusból, ez fent, 12 lovas kis traktor. Ilyen kis hobbi jármű, hova járnak még vele? Sehova. Decemberben voltunk Mikulásnak felöltözve, ő húzta Mikulás csomagot, egy nagy utánfutót megcsináltunk egy nagy csomagnak, az unokám rendezte, én meghordtam utánuk a csomagot, amit osztogattunk a gyerekeknek szét. Labányi György kékszínű rakovica traktorát hozta el a találkozóra. Ezt a hazai fajtát már nem gyártják, de nem nehéz hozzá alkatrészt találni. Eredetileg kabin nélkül vásárolta meg újan. Miután többször megázott vele munka közben, felszerelte rá a kabint. Azóta viszont egyszer sem esett az eső, mikor kiment vele dolgozni a földekre, mesélte. Na ez a traktoron kívül van még Belarus 82-1-es, az is újonta lett véve. Az is elég, azt lehet mondani, hogy karban van tartva, tiszta, meg én mindig ügyelek, hogy tiszta legyen sáros. Épp mind az embernek a ruházata is, hogyha már használja, akkor már becsülje, óvja. A találkozón több kategóriában díjazták a traktorokat, a legszebb és a legidősebb erőgép is elismerést kapott. A legtöbben visszajáró résztvevői a traktor találkozónak, Hullala Tibor az előző években több díjat is bezsebelt már traktorával. Van egy kis főzem, ami a sajátom az ötold, azt csinálom még otthon is így egyes, a más privátorok. Ebben traktorra dolgozok, van minden, általában minden felszerelésem van utána. Úgyhogy édesapám vette még 81-ben. Kis Dice Torpedo, 45 lovarős. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Idősebb traktorról van szó. Hogy lehet ezeket a traktorokat karban tartani? Ezeket a traktorokat pláne jelhő, nagyon oda kell figyelni a levegőfilter. Én minden használat után, amikor még a határba, földre, hova vezni, mindig kifújom kompresszorral. Még az olajat cserelem a motorba, minden 250 óra után, munkaóra után. Ezt tehát úgy nézem mindig, hogy szántás előtt. Hanyatszorra van itt a traktorfesztiválon, illetve részt fog-e venni esetleg valamilyen ügyesség? Traktorjázani folyam. Még a szántóvártani is, még eddig mindegyiken a fogam. A gépeket nem csak kiállították. Az ügyességi versenyen a traktoristák azt is megmutatták, milyen jó sofőrök. Az egyik számban szalmabálákat kellett kerülgetni, majd leparkolni, meginni fél liter sört vagy vizet választás szerint, majd minél gyorsabban beérni a célba. Mint látogató érkeztem első alkalommal. Eddig nagyon tetszik minden, mert néztünk néhány játékot, ott pont sikerült elkapni azt a pillanatot, amikor a traktorista túl gyorsan indult el, és nem vette észre, és végigment az egész pályán, és jött vissza, és össze volt zavarodva. Nagyon vicces volt az egész jelenet, de pont jó, hogy ezt így elkaptuk.
A legfiatalabb traktoristák között volt a 12 éves Vida Gellért. Édesapja tanította meg traktort vezetni. Az ügyességi versenyen szépen teljesített. Profiként kerülgette a szalmabálákat. Még én is kicsit kezdő vagyok, tehát nem annyira tudom. És apukám tanított meg, hát ő nagyon tudja ezt, már. Hát nehéz szerintem, bár is. Mert a váltó nehéz kell, váltó, váltás. Meg a, ezeken a traktorokon kicsit a fékezés. A szervezőknek valóban tartalmas programot sikerült megvalósítaniuk. Az a szabály, hogy nincs szabály. Tehát mindenki jöhetett, sőt motiváljuk is az embereket, hogy a legszebb traktor, már gondolom úgy értenem, hogy egy új traktor persze, hogy a legszebb traktor, hanem azt a díjazzuk, hogy egy idősebb traktor, de szépen karbatartva, akkor a legidősebb traktor, akkor a legfiatalabb traktorista, esetleg a legidősebb traktorista, még nő traktorista, még ilyen ajándékot, mert valójában sok nyereményünk van, amit szét fogunk osztani ma a résztvevőknek. Hölgyek mennyire képviseltetik magukat, ezt a tavalyi években hogy látták? Hát, tavalyi években is, meg most is látom, hogy sokkal több női traktoros lesz, mint tavaly, úgyhogy ennek örülünk természetesen. Hát, sőt, még van olyan is, hogy nincs is elég traktor, úgyhogy valószínűleg a sajátomat kölcsönkő adjam egy hölgy traktorosnak, hogy hajtsa majd. A tartományi mezőgazdasági titkárság rendszeresen támogatja a hasonló rendezvényeket. Ezek kitűnő lehetőséget adnak arra is, hogy a gazdák elmondják a tapasztalataikat. 7. alkalommal szervezik meg a traktorfesztivált. Ha jók az információim, több mint 70 traktorista volt itt, és számtalan csapat van jelen a rendezvényen. Természetesen ennek azért van nagy jelentősége, mert itt a hétvége, itt a jó idő, mezőgazdasági termelők és a családok ki tudnak látogatni. A rendezvénynek vannak olyan részei is, ami családbarát, a mezőgazdasági termelőket is ki tudja vonzani, úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy fontos az, hogy minél több látogató jelenjen meg itt. És az elmúlt 2 évben ugye valamilyen módon nem teljesen úgy tudtuk az ilyen rendezvényeket megszervezni és örülni nekik, mint ahogy az idén már ismét meg tud ez valósulni, hogy mindenféleképpen mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön ki és érezze itt jól magát. A tartományi mezőgazdasági titkárság vonatkozásában el lehet azt mondani, hogy kiírtunk egy új támogatási vonalat, egy új pályázati lehetőséget, pont az ilyen tradicionális hagyományőrző rendezvényeknek a támogatására. Egy 10 millió dináros keretösszeggel tudnak önkormányzatok, civil szervezetek pályázni ilyen jellegű rendezvényekre egészen július 11-ig. Úgyhogy azt szeretném elmondani, hogy a szervezőknek sok sikert, kövessék ezeket a pályázati lehetőségeket, és éljen vele, mert hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy ezek a rendezvények még népesebbek és még sikeresebbek tudjanak lenni. A mezőgazdasági termelők tudják, hogy a traktorokkal nem csak dolgozni lehet, hanem szórakozni is. Idén a munkálatok fele már befejeződött. Most van egy kis idő szusszanni a búzaaratás előtt. A traktor találkozó pedig kitűnő alkalom volt egy kis szórakozásra, barátkozásra. Minden évben igyekszünk, hogy növeljük a szintet, tehát emeljük a rendezvénynek a színvonalát. Úgy érezzük, hogy ez idén is sikerült, hogy valamennyivel jobb legyen, mint a tavalyi. Idén a Citadella civil szervezettel közösen szervezzük meg, és így közösen, tehát közös erővel reméljük, hogy a végére valami jobbat tudtunk összehozni. A legnagyobb jelentősége is az oka, amiért ezt megrendezzük, hogy egy kicsit a földművesek tudjanak lazítani, így körülbelül a szezon felén, és hogy jó kedve induljanak neki a közeljövőbe az aratásnak. A gyerekek sem maradtak programok nélkül. Arcfestést és izgalmasabbnál izgalmasabb játékokat szerveztek számukra, de a legtöbben a csizmahajítást várták. Lesznek különböző gyerekvetélkedő, külön korosztályokra, például a kis óvodásoknak zsákbaugrálás, versenyfutás. Az idősebb generációknak, tehát a
az általános iskolásoknak, ott például csizmahajítás, keréktolás, lesz ilyen új verzió egy kicsit, például megtöltsük a zsákot több zsákkal, és egymást kell, hogy letolják egy megadott helyről. Aki a másikat letolja, az nyert. A felnőtteknek pedig lesz tánckoreográfia, tojást összeszorják a homlokokkal, és ki szebb tánckoreográfiát tud így kihozni, de hogy a tojás ne törjön össze. Vagy például akadálypályán kell a fejükre tett vör vizet úgy végigvinni, hogy ne legyenek vizesek. Csapatjátékot is szerveztünk, az például lesz kötélhúzás és traktortolás. A Szent Tamási rendezvények minden évben egyre színvonalasabbak és látogatottabbak. A település egy valódi kulturális központtá nőtte ki magát az utóbbi években. To je zaista važno jer pre svega moramo da vodimo računa o svim našim manifestacijama jer oni čine identitet našeg mesta i zapravo čine jednu jedinstvenu celinu ponude koju Srbobran kao opština može da pruži ne samo gostima već i ljudima koji žive u našem mestu. Csupán néhány lépéssel távolabb a traktoroktól finom disznópaprikás rotyogott a bográcsokban, a traktor találkozót ugyanis egy időben és egy helyen tartották a Szent Tamási paprikás főzőversennyel, melyet a helyi Citadella civil szervezet rendezett. 9. alkalommal szerveztük meg a Szent Tamási bogrács főzőversenyt a Szent Tamási Citadella civil szervezet nevében. Habár most ilyen közös rendezvény alakult ki, de jövőre a jubilárisra egész külön valami meglepetéssel készülünk. Eddig minden évben meg volt tartva, kivétel 2020 ugye a koronavírus járvány miatt, de 2013. február 1-én alakultunk meg, és azóta minden évben törekszünk szebbé tenni az emberek életét, hogy vetélkedjenek, főzzönek, jó érezzék magukat, szórakozzanak. Az idén 33 csapat jelentkezett, eddig még azt hiszem ilyen sok csapatunk nem is volt. Jánoshalmáról, a testvérvárosból is van jelentkezés, meg érkeztek is emberek, vártunk Orosházáról is, hát onnan sajnos nem jöttek. Vajdaságból pedig úgy, ahogy Szent Tamásra, a többiek pedig Péter Éve, Becse, Budiszava, vagyis Tiszakálmán falva, meg Kulláról is érkezett vendég. A saját cégem nevivel nevezünk, a munkásaim vannak itt, az embereim, a haverok, a hangulat az általában nagyon jó, nyerni még nem nyertünk soha, a paprikást azt minden évben megettük, eldobni nem dobtunk el semmit, úgyhogy így. Nem nyertek semmit, de azért élvezték a versenyt. Elnézést, nem jól fejeztem ki magam, nem értünk el semmifajta helyezést, de sokat nyertünk. Sokat nyertünk, jót ettünk, jót ittunk, barátkoztunk. Vannak minden évjárat, vagy hogy mondjam, képviselteti magát. Fiam a legfiatalabb, haverjai kicsit idősebbek. Sandra a legidősebb, úgyhogy, vagyis nem igaz, a legidősebb még nem érkezett meg, de amúgy minden oké. Hogy készül a finom paprikás? Hát én receptet nem tudok mondani, ez olyan, mint a művész, hogy a pillanatnyi inspiráció az diktál, meg az elfogyasztott alkoholmennyiség, ami így általában jó szokott lenni, mondom, mindent meg szoktuk enni, úgyhogy ennyi. A helyi vajdasági népek és nemzetiségek hagyományápoló klubjának sátoránál nem csak paprikás főt, hanem hagyományos terítéken fánkot, kolbászt és sok más finomságot is kínáltak a vendégeknek. Mi csak először vagyunk itt a Szent Tamási bográcsfőzőn, és ezt nagyon is sajnáljuk, hogy eddig nem vettünk részt ezen a rendezvényen. Ugyanis Szent Tamásnak büszkesége lehet az, hogy ilyen sok szép egyesülete, és összetartozunk, és együttműködünk.
úgyhogy kiegészítsük egymást a citadellával is, és más kultúrtevékenységekkel is, és így mi is megünnepeltük azt, hogy eljöhetünk az ő rendezvényükre, és úgy gondoltuk, hogy mint a hagyományápolók, akkor egy kicsit kidíszítettük itt a mi kis sátrunkat, ahol mi főzünk ilyen hagyományos ételekkel, és mi is arra buzdítsuk a többi ide látogatót, hogy egy hónap múlva, jobban mondva július 9-én, amikor a hagyományos aratást fogjuk szervezni, immáron 25. alkalomkor, akkor oda is minél több ember tudjunk oda toborozni. Mivel, hogy itt most először vagyunk, és nagyon jó érzi magát a társaság, akkor úgy gondoltuk, hogy ezentúl ezt kihagyhatatlanná fogjuk biztosítani a jövőben. A disznópaprikásnál a legfontosabb a fűszerezés, nem szabad elvenni a hús ízét, árulta el az egyik zsűritag. Ne ússzon a tetején a zsír, ugye a paprika, hogy szép piros legyen, jó minőségű paprikát várunk el, és hogy ne legyen megkeserítve az ételben, ugye ne legyen odaégetve vagy valami. Meg hát az állaga az ételnek, hogy eléggé a sűrűsége, hogy szép, szaftos legyen, és a hús ne legyen szétfőlve, egészben legyenek a húsok, de meg legyen főve, úgyhogy kanállal a tányérba szét lehessen vágni. Az imént már ment egy kört, de ezek még csak a kezdetek, egyelőre mit lát, mit tapasztal? Hát sokféleképpen azt látom, hogy sokféleképpen kezdik a szakácsok a disznó paprikást megcsinálni. Hát meglátjuk a végén, hogy milyen ízek lesznek. Tulajdonképpen a disznó paprikásnál az a helyzet, hogy a sertésnek nincs olyan jellegzetes íze, mint a birkának, vagy a marhának tulajdonképpen, és vigyázni kell nagyon a fűszerezéssel, nehogy még az a pici íz is el legyen véve, ami van neki. A főzőverseny győztese is értékes ajándékot kaptak, a látogatókat pedig színes kultúrprogram is várta, szavalatokkal és néptáncosokkal.